Már elkezdtek növekedni a szőlőrügyek, van, ahol ki is hajtottak. Az előző napokban közel 25 Celsius fokot is mérhettek a hőmérők, kedd délelőtt viszont már csak 6 fok volt Szekszárdon. Mészáros Pál borász szerint, ha tovább fog hűlni az idő, komoly fagykár is keletkezhet. De nem ez a legnagyobb gond, ugyanis a kártevőknek is kedvez a hideg. Ilyenkor nagyon tud támadni az atka, a rügyrágó bogár, a rügyrágó hernyók, és ilyenkor hát nem fejlődik a szőlő, de ezek viszont táplálkoznak, és óriási károkat tudnak okozni. Úgyhogy nagyon sok esetben gazda nézi, hogy miért nem hajt ki a szőlője, és megy közelebb a tőkéhez, és akkor látja, hogy a rügyek ki vannak rágva. Az elmúlt hónapban tapasztalt enyhe időjárásnak köszönhetően a gyümölcsfák is virágozni kezdtek, többek között a kajszi barack. A korai tavasz után visszatérő fagyos időjárás miatt azonban kevesebb lehet az idei termés mennyisége, amely jelentős dráguláshoz is vezethet, mondja Mercel György, tolnamözsi kertészmérnök. Sajnálom, most megint szegények, ez már volt 2 év most egymás után, amikor alig volt gyümölcsük. Most megint látom, hogy ez a hideg most megint elvitte. Hát reggel kis hó volt itt, valami fehér volt a fű. Tegnap dér volt, hát gondolom, hogy olyan fák, amik most rágoznak, barack, az nem sok lesz az időn megint. A kertészmérnök szerint több lehetőséggel lehet védekezni a fagyok ellen. Egyik módszer, hogy kora tavasszal, napközben folyamatosan öntözik a fák törzsét. A vízpárolgás a hőelvonással jár, ez csökkenti a gyümölcsfák hőmérsékletét, így 1-2 héttel is kitolható a gyümölcsfák virágzásának kezdete.